Még nem az igazi, de kezd élénkülni a forgalom a szombathelyi vásárcsarnokban húsvét előtt 2 héttel. Csokik, dekorációk, barka ágak mindenhol. Az egyik kereskedő így foglalta össze a piaci vásárlás lényegét. Szeret egy kicsit beszélgetni közben, szeret valamit megvenni, kevesebbet, és egy kicsit sétál, és ezzel magának megteremti azt, mert ha nagy áruházba bemegy, most nem beszélek ellenük, mert ők is dolgoznak ezért a pénzért, amit eladnak, hanem ott nem tud kivel beszélgetni. Itt meg olyannal találkozik össze, aki 10 éve nem látott, egy picit elbeszélget, akkor jut eszembe, ja, holnapra kell-e hagyma, akkor megveszem. Salátát, retket, újhagymát 400 forintért láttunk. A torma kilóját itt 2500-ért kínálták, a tojás pedig 50-55 forint mérettől függően. A sonkából eddig kevés fogyott, a kereskedő a jövő hétben bízik. Az árak kissé magasabbak a tavainál. Az én esetemben a mi termékünk, mivel egy ez hagyományos eljárással készül, a sózás is, a füstölés is, minden. Igen, ez kevésbé van nedvességtartalom benne. Igen, minimális. Bőséges a választék vetőmagból, palántából is. Ha rohamra nem is, valamivel jobb forgalomra számítanak a piaci árusok az ünnep előtti hétvégén.